a Fehova Winter Dog Show kutya kiállítás 4 napján itt a Besting Show ring mellett egy különleges programra figyeltem föl, és eljöttem megkérdezni, hogy mi zajlik itt. A Grooming Team Hungary Kft. Támogatásával, illetve a MEOS és a Panzipe támogatásával egy kutyakozmetikus versenyt rendezünk kutyakozmetikusaink részére, akik menhelyes kutyákat készítenek fel ezen a versenyen. Ezek a menhelyes kutyák itt a helyszínen örökbefogadóak is lesznek. Sok menhelyet megkerestünk, hogy adjanak nekünk kutyát, hozzanak ide. Sikerült aztán összeszervezni, mindenki idehozza a helyszínre a kutyáit. A kozmetikusok megcsinálják őket, és hát nagy összefogás és nagyon nagy munka volt ez nekünk, de szerencsére sikerült. Naponta 12 versenyző indul, 2 turnusba 6-6 kutyával, és akkor azok a kutyák a végén a Best in Show ringben bemutatásra kerülnek, egyenként név szerint akkor lehet jelentkezni, hogy aki szeretné őket örökbefogadni. Itt vannak kontaktemberek minden menhelytől, úgyhogy rögtön el is lehet vinni innen a kutyát a helyszínről. Szerencsére volt már örökbefogadásunk így a napok alatt. Nekünk az is jó, de ha csak egyet, az is nagyon jó. Minél több kutya kerüljön gazdához, ezért vagyunk itt mi is mindannyian, ez a fő cél. Sokszor elmondjuk ugye az Ebogatta műsorban is, hogy aki nem szeretne fajtatiszta kutyát, inkább fogadjon örökbe. Ez egy jó példa erre is, hogy megmutathatjuk nekik, hogy itt is nagyon sokféle fajtatisztához hasonló kutya van, és mégis ezzel jót tesznek, és nem a szaporítóbb zsebét dagasztják. Igen, ez mindenféleképpen egy nagyon jó dolog, hiszen nem minden gazdi szeretne kiskölyök kutyát. Ezekből a kutyákból bármit lehet csinálni egy kis szakmai hozzáértéssel, és ez most kiderült. Tehát most kint vagyunk 3. napja itt a kiállításon, és már 4 kutyusunk talált gazdira, aki először reggel nézte, hogy úristen, de visszajött a végére, és hú, az olyan, na ő kell. Ez zseniális ennek a csapatnak az uzalkozó munkája és szervezése. Tudom, milyen nagyon sok munkál mögött, és hát köszönet, akik ezt támogatják. És hozzáteszem még, amit mondtál, hogy a kutyatartóknak nagyon-nagyon fontos, miatt a kutyát választanak, hogy vegyék figyelem, vagy nyílik hozzájuk. A másik, hogy utána milyen kötelezettséggel jár, nagyon-nagyon-nagyon fontos. És ami miatt én egy picikét a kerületünkbe is felhívom a figyelmet. 13. meg belváros, hogy legyenek kedvesek a gazdik, a kutyák után takarítani. Úgy gondolom, hogy egy óriási lépést tettük annak érdekében, hogy a hivatalos tenyésztés, a kutyakozmetikusok, a kutyákkal nap mint nap foglalkozó szakemberek és a menhelyek valamilyen közös megoldást találjanak arra nagyon-nagyon alulfinanszírozott dologra Magyarországon, ami az állatvédelem.